Sziasztok! Rövidesen jön a sulikba a digitális témahét, aminek az a lényege, hogy az informatikai eszközöket ne csak a számtekórán használják a diákok, na meg persze a tanárok, hanem mindenféle jó példát lássanak arra, hogy hogyan lehet a különböző digitális megoldásokat más tanúrákba is integrálni. Ilyenkor országszerte különböző szervezetek és nagy IT cégek munkatársai tartanak önkéntesen iskolai programokat, vagy éppen pályaorientációs beszélgetéseket, mondjuk osztályfőnöki órán. Ilyen például a Magyar Telekom is, aki ezt a videót támogatta köszönöm nekik. Na de hogyan ez az egész felvezetés magához a videózáshoz? Nos, múlt héten tartottam egy élő webináriumot arról, hogy szerintem hogyan érdemes nekiállni a videózásnak akkor, ha az ember nem mondjuk fényes YouTube karrier dédelget, hanem csak esetleg a tanúráit szeretné feldobni mondjuk egy kísérletes videóval, vagy különböző versenyekhez, pályázatokhoz szeretne videókat készíteni. Igen, mert hogy ez egyre több helyen követelmény. Ilyen például a Telekom Legyél Te is versenye, ahol középiskolás csapatoknak kell majd különböző tantárgyakhoz kapcsolódóan digitális eszközökkel alkotniuk, mondjuk mobiltelefon segítségével. A részleteket a legyeltei.hu oldalon találjátok. Ha gondoljátok, nézzétek meg azt a bizonyos múlt heti webináriumot, de ha nincs kedvetek több mint másfél órát végigülni, akkor jöjjön most 15 tip kezdő videósoknak. Készüljetek fel lelkileg! Videót készíteni egy tök jó alkotó folyamat. Megmutathattok olyan dolgokat a világnak, amire másképp nem lenne módotok. Hanggal és képekkel mesélhettek történeteket. Bemutathatok akár ritkán látható dolgokat is. Közelhozhattok az emberekhez olyan helyeket és olyan eseményeket, amikre lehet, hogy egyébként nélkületek soha nem jutnának el. És ez egy igazán fantasztikus dolog. Oké, okay, jó eséllyel valószínűleg mindezek ellenére nem lesz egy diadalmenet. Az első videókat, függetlenül attól, hogy mennyi munkát raktatok bele, jó eséllyel csak néhányan fogják majd megnézni, és biztos vagyok benne, hogy számtalan akadályba fogtak ütközni menet közben, de ez jó ugyanis rengeteg olyan készséget tudtok elsajátítani menet közben, amire később is szükségetek lehet majd. És nem, nem csak azt tanuljátok meg, hogy hogy kell egy kamerát beállítani, vagy egy adott vágóprogrammal dolgozni, hiszen ezek csak részletkérdések. Hanem azt is megtanuljátok majd, hogy hogyan kell csapatban dolgozni, kreatívan gondolkodni, problémákat megoldani, fejlődni fog a kifejező készségetek, és ezeknek mindnek hasznát veszitek majd a jövőben. Persze nem a videózás az egyetlen út, hogy ezeket a készségeiteket fejleszétek, de kétségkívül egy nagyon élvezetes módja, mert hogy, mint mondtam, a videózás egy tök jó alkotó folyamat. Figyeljetek másokat, és kísérletezzetek sokat! A filmkészítés nyilván egy szubjektív műfaj, nincsen, hogy egyetlen jó megoldás, mindenkinek más jön be. Viszont ilyen szemmel nézzetek különböző videókat, fényképeket, vagy akár festményeket is, és nézzétek meg, hogy mi az, ami bejön bennük, és mi az, amitől borsózik a hátatok. Akár egy listát is írhattok ezekről. És ha készen álltok, vágjatok bele, és próbáljátok meg ti is megvalósítani azt, amit elképzeltetek. Tíz éve az első szerter videó feltöltése előtt én hónapokon keresztül jegyzeteltem így különböző tévéműsorokból, meg az akkoriban még igen gyéren felelhető internetes videókból. Egyébként valamilyen szinten a mai napig ezt csinálom, remélem látszik a különbség. Választátok ki a megfelelő kamerát. Ezen nem érdemes spórolni, a legjobb, ha egy félprofi vagy profi tükörreflexes gépet használtok. Csak vicceltem. Ahogy a régi mondás tartja, a legjobb kamera mindig az, ami éppen ott van nálatok és tényleg, ha szétnéztek, ma már szinte csak a mosógépben nincsen fényképezőgép, úgyhogy Isten mencs, hogy beruházatok most egy drága gépre, vegyétek elő a mobilotokat, és hadd szóljon. Persze egy drága gépet, ha az ember tudja, hogy hogyan kell, könnyebb használni. Azt kifejezetten arra tervezték, hogy fényképezzenek vagy videózzanak vele. Sok oldalúbb, jobb a fényereje, minőségibb képet lehet vele csinálni, és ha az ember folyamatosan filmez, mert mondjuk ebből él, vagy ez a fő hobbija, akkor bizony meg fogja könnyíteni az életét. De az alapokhoz bőven jobb bármelyik mobiltelefon is. Egyébként ezt a jelenetet is a mobilommal vettem fel. A videózáshoz elsősorban fény kell. De ez lehet, hogy nyilvánvaló, de azért menjünk bele. A kamera lencséje egy olyan felületre gyűjti össze a fényt, ami azt rögzíteni tudja. Nagyon leegyszerűsítve, minél nagyobb a lencse átmérője, annál több fényt tud összegyűjteni, és minél nagyobb a szenzor, szintén annál több fényt tud összegyűjteni. Érezhetően a mobiltelefon itt egy kicsit hátrányban van, de jó hír, hogy egy kis odafigyeléssel ebből is ki lehet hozni a maximumot. A videózáshoz a sötét szobából menjetek ki a szabadba, álljatok közel az ablakhoz, vagy világítsatok. Egy ilyen gagyi softboxot ma már fillérekért lehet rendelni, de akár egy otthoni erősebb lámpa is megteszi, csak rakjatok elé valamit, hogy szórja a fényt. Egyébként a fejem fölött található lámpát, ami ezt az élet rajzolja ide körém, hogy jobban leválasszon a háttérről, egy teásdobozból csináltam sokkal jobb lesz a videó, ha pontosan tervezitek a fényt. olvasatok utána, és bátran kísérletezzetek vele. A videó nem csak kép, hanem hang is. Bizony ezen erősen el lehet vérezni. Egy jó kép rossz hanggal olyan, mint... mint egy jó kép rossz hanggal. Láttatok már ilyet ebben, egészen biztos vagyok. Ráadásul a telefonokba és a fényképezőgépekbe épített mikrofonok rendszerint nem igazán hozzák azt a minőséget, amit hozniuk kéne. Na de persze, erre is van megoldás. A legszerencsésebbek akkor vagytok, hogyha a fényképezőgépetekben lehet külső mikrofon csatlakoztatni, hiszen akkor csak bedugjátok, és hadd szóljon. Kezdőszintre egy szereplőnél bőven jó lesz egy ilyen pár ezer, vagy ebay néha pár száz forintos csíptetős mikrofon is. De ha ez sincs, akkor sincsen gond. A hangot felvehetitek egy külső hangrögzítővel, vagy akár egy másik mobiltelefonnal is. Arra figyeljetek, hogy a mikrofont helyezétek közel a hasznos hangforrásához. Igaz, utólag majd össze kell szinkronizálni a képet a hanggal, de ebben sokat segíthet egy jó, éles hang. Például egy taps. Másrészt pedig a felvételhez keressetek egy csendes helyet. Nem az, hogy van valami környezeti zaj, Atmoszféra az önmagában nem probléma. Hiszen gondoljatok bele, milyen steril lenne mondjuk így egy utcai jelenet. Arra viszont figyeljetek oda, hogy a hasznos hang mindig lényegesen hangosabb legyen, mint a háttérzaj. Teremtsétek meg a fizikai feltételeket! Igen, tudom, a szerkesztő programokban sokat lehet mókolni a hanggal, a fényel, a színekkel, meg mindenféle effekteket lehet rakni a készülő anyagra, de jellemzően ezekhez megfelelő erőforrások és ismeretek kellenek, amik az elején valószínűleg nem lesznek meg. Tekintsetek inkább úgy a szerkesztő programokra, hogy azokban a különböző opciók nem azért vannak ott, hogy egy hibás, szinte használhatatlan felvételből csodát műveljenek, hanem hogy egy jó nyersanyaghoz segítsenek még több értéket hozzáadni. Legyen elég fény, legyen elég hang, de akár olyan dolgokra is figyelhettek, hogy a telefon digitális zoomja helyett vegyétek fel az adott dolgot inkább közelebbről. Egy szóval olyan anyag kerüljön a számítógépre, amivel aztán öröm dolgozni. De ugyanígy a fizikai feltételek megteremtéséhez tartozik, hogy töltsétek fel előre az aksikat, a telefonokat tegyétek repülőüzemmódba, és teszteljétek előre a forgatáshoz használt eszközöket és a beállításaikat. Ami egyszer rákerült a felvételre, az ott is marad. Szorosan kapcsolódik az előző ponthoz, hogy egy nem kívánt háttérzajt vagy egy oda nem illő tárgyat nem vagy csak nagyon nehezen lehet eltüntetni majd a kész anyagról. Úgyhogy arra is figyeljetek, hogy amit nem szeretnétek, hogy megjelenjen, azt vigyétek ki a képből. És ha szükséges, vegyétek újra a jelenetet, mert megéri. Emlékszem, hogy én egyszer kénytelen voltam egy egész adást újra felvenni, mert hogy akkor eléggé meg voltam fázva, és csak itthon a számítógépen vettem észre, hogy... hogy... Euh, nos ez... Elég erősen látható is volt. Fordítsatok időt a komponálásra! Gondoljátok át, mit szeretnétek megmutatni, és annak megfelelően válaszátok ki, hogy hova rakjátok a kamerát. Nem kell mindig mindent szemmagasságból megmutatni. Váltsatok időnként perspektívát, mert sokat hozzáadhat a végeredményhez. vezessétek a néző szemét, bár különböző hatások elérésére különböző megoldások léteznek, főszabályként azért elmondható, hogy mindig az legyen a középpontban, amit éppen be akartok mutatni. Ha azok ti vagytok, akkor magatokat rakjátok oda. Ugye milyen hülyén néz ez itt ki? És jó, ha arra is figyeltek időnként, hogy a képnek mélysége is van játszatok vele. De időnként az is elég, ha nem álltok szorosan a falhoz, hanem pár lépést tesztek előre, hogy leváljatok a háttérről. Ja, és persze, ha csak nem insta Story ra terveztek videót készíteni, lehet, hogy célszerűbb fektetve tartani a telefont. Ezek persze nem kőbevésett szabályok, mintől el lehet térni, de célszerű csak akkor, ha valamilyen konkrét hatást akartok elérni vele. Ha kell, rögzítsétek a kamerát. A remegés ellen egy állvány jó szolgálatot tehet, de ha nincs, akkor sincsen semmi baj. Építhettek egyet könyvekből, segíthet, ha két kézzel tartjátok a kamerát, neki támaszkodhattok a falnak, vagy akár egy madzagot is köthettek rá, aminek a másik végére rálépve feszíthetitek az egészet. Ha pedig mindenképpen kézben szeretnétek tartani a kamerát, jó, ha szándékosan mozgatjátok azt, a nagyobb bívű kézmozgásoknál kevésbé jön át a remegés. Osszátok le a szerepeket! Ez főleg olyan videóknál fontos, ami mondjuk egy csapatversenyre készül, mint például a Legyélte is 2018. Az, hogy egy egész osztály pályázhat, az nem jelenti azt, hogy mindenkinek meg is kell jelennie a képernyőn. Sok videót zsűriztem korábban különböző versenyeken, de ezt a kitételt valahogy mindig félreérték. Szóval a gyakorlatban az ilyen videó többnyire úgy néz ki, hogy szinte mindenki egy-egy mondatot elmond kelletlenül a kamerának, aztán pedig a végén úgyis két ember lesz az, aki nappalokat és éjszakákat rááldozva gűrizik, hogy összehozzon belőle valamit. Ez így egyrészt nem fair, másrészt nem túl hatékony és persze mindenféle konfliktusok származnak belőle. A filmkészítés igenis lehet csapatmunka akkor is, ha YouTube-ra készül a videó. Sőt, nagyban megkönnyíti a munkát, ha van egy forgatókönyvíró, egy rendező, valaki, aki tud figyelni a fényre, valaki, aki a hangra, és van, aki mondjuk az eszközöket készíti elő, hogy minden ott legyen a forgatáskor. És persze kell majd valaki, aki az egészet készanyaggá vágja. És még egy szempont, még egy szerepkör, ami méltatlanul alulértékelt, legyen a stábnak mindig elég inni, és ennivalója. Nincs rosszabb annál, amikor az estében nyúló forgatásoknál azért zilálódik szét a csapat, mert mindenki éhes és szomjas, és külön-külön mennek el a boltba. Bízzatok meg vele valakit, a catering fontos. A lényeg, hogy beszéljetek át mindent alaposan, egyeztessetek, hogy kinek mi lesz a munkája, és fogadjátok el, hogy az adott ember az adott területért felel és azt is, hogy azon a területen neki is joga van hibázni. Mindez persze nem azt jelenti, hogy soha nem lesz veszekedés, sértődés és durci munka közben, de hogyha egy közös célért dolgozik az egész csapat, mindenki végzi a saját munkáját, akkor sokkal könnyebben át tudtok lendülni a nehéz pontokon. A kész anyag járjon a fejetekben. Az ahogy esik úgy puffan típusú videókból ritkán lesz minőségi végeredmény. Gondolkodjatok úgy, hogy hogy fog majd az egész kinézni a végén. A kell, írjatok egy részletes forgatókönyvet, ami nem csak a szöveget tartalmazza, hanem minden lényeges információt. Például azt, hogy mikor milyen eszközöknek kell rendelkezésre állnia, milyen kameraállással vesztek fel különböző jeleneteket, kik lesznek a szereplők, stb. stb. Nézzétek meg előre a jeleneteket, sőt, akár próbafelvételeket is készítettek, hogy élesben minden úgy nézzen majd ki, ahogy az elején elterveztétek. Legyenek vágóképeitek! Annyi lehetőség van a kezetekben, akár egyetlen kamerával is, mutassátok meg a részleteket, több lett munka, de garantáltan megéri. Ja, meg persze elég nagy segítség, ha a rondább vágásokat el kell majd fedni valamivel. Nem várható el senkitől, hogy egyetlen videó kedvéért hosszú szövegeket megjegyezzen, és azokat aztán baki nélkül vissza tudja mondani. Szóval igen, néha kényszerből is kell vágni, és ilyenkor jól jönnek a vágóképek. Persze nem árt, ha azokat témához kapcsolódnak. Válasszátok ki a megfelelő videószerkesztő programot! Tudom, hallottátok, hogy a kedvenc youtuberetek a Premiere Pro-ra, a Final Cut-ra, vagy a szabad szoftver mániások a KDN Live-ra esküsznek, ami nem véletlen, hiszen ezek bivajerős programok, amikkel mindent, tényleg szinte mindent meg lehet csinálni. Ennek is el fog jönni majd az ideje, de higgyétek el, sokkal jobban jártok, ha az első lépéseket valamilyen alapprogrammal csináljátok. Microsoftosoknak ott a Windows Movie Maker, Apple-osoknak az iMovie, vagy a Linuxosok kedvéért az OpenShot, ezek mind tökéletesek lesznek kezdéshez, de persze böngészhettek kedvetekre, alternatív megoldások után is. Mivel minden programnak megvan a saját belső logikája, ezért érdemes egy kis időt fetszölni rá, mielőtt élesben is nekiestek. Olvassatok netes fórumokat, nézzetek YouTube videókat, hogy hogyan kell vágni az adott programmal, és persze csináljatok meg egy-két demót is, hogy ne akkor élesben érjenek majd meglepetések. Vágjatok a néző szemével! Mert nem úgy a néző szemével, hogy a szemével, értitek. Na mindegy, a lényeg, hogy egyetlen nyersanyagból is többféle vágott változat készülhet. Az, hogy ti hogyan vágtok, hogyan szerkesztetek, az csak rajtatok áll. Viszont vegyétek figyelembe azt is, hogy ti, nézőként hogyan látnátok a videót. Igen, ehhez egy kicsit meg kell tanulni külső szemmel végignézni újra a nyersanyagot. Például lehet, hogy nem kell mindig minden folyamatot teljes hosszában végigmutatni. Bele lehet pörgetni, vagy csak jellemző részeket kiemelni belőle, vagy kidobni az egészet. Néha tényleg csak a vágás közben derül ki, hogy ez vagy az abszolút fölösleges volt. Ne tartsatok meg valamilyen jelenetet csak azért, mert ú, uh, milyen sokat szenvedtünk vele, hogy fel tudjuk venni. Ez lényegében csak nektek lesz információ, a néző semmit nem fog érzékelni a hiányából. Irány a YouTube! Méghozzá három okból is. Az egyik, hogy az elkészült tartalmat ott tudjátok megosztani. De Ez esetben figyeljetek arra, hogy adjatok neki egy találó címet és egy viszonylag részletes szöveges leírást is, hiszen a keresőmotorok ezek alapján, illetve a hozzáadott egyéb címkék alapján tudják majd kidobni találatként azt. A másik, hogy a nézőktől visszajelzéseket fogtok kapni. Ezek az elején szinte biztos, hogy bátorítóak lesznek, és tele lesznek építőkritikákkal. Hogy később mi lesz, arra majd visszatérünk a harmadik pedig, hogy szinte végtelen mennyiségű oktatóanyagot és inspirációt találtok további videók készítéséhez. Azt garantálom, hogy az első videótok forgatása után teljesen másképp fogtok tekinteni mindenféle videós tartalomra. Úgyhogy ne habozzatok, vágjatok bele! Ez volt tehát az a 15 tipp, amit ebbe a videóba összeválogattam. Tudom, minden pontról külön-külön akár órákat is lehetett volna beszélni, és még millió dolgot meg lehetett volna említeni. Egy részletesebb anyagért nézzétek meg a múlt heti webináriumot. Egyébként később is foglalkozhatunk ilyen témákkal, hogyha van rá igényetek, írjátok meg oda len kommentben. Ha tetszett ez a webizód, lájkoljátok, ha pedig várjátok a következőt, akkor iratkozzatok fel a csatornámra. Sziasztok!